Léteznek ezek a referencia kártyák, és főleg az Nvidia-nál imádom a megjelenésüket. Ha éppen be kell szerezni egy ilyen flagship kártyát, és van lehetőségem egy ilyenre lecsapni, mindig megragadom az alkalmat, nem mintha olyan jó hűtés teljesítményük lenne, de ez a megjelenés, egyszerűen imádom őket. Most volt szerencsém egy GTX 1080-as kártyához pont ebből a kategóriából, és úgy gondoltam, akkor már építek köré egy teljes konfigot, és megnézzük, hogy mire elég az ereje így 2024-ben. Azonnal nézzük, mire képes ez az öreg király, de előtte nézzük a videó szponzorát. A mai videót az Antan Game támogat. Kijöttök most egy kifejezetten kézi konzolokhoz szánt Powerbank családdal, amiket mágnesesen tudsz rögzíteni a Steam Deck-edhez, vagy a ROG Ally-ot hátoldalára, sőt még Nintendo Switch-re is készítettek, csak hogy egyik platformon se fogjon ki a szufla egy erőteljesebb gaming session közben. Most kifejezetten koncentráljunk a Steam Deck verzióra, ezt kaptam meg tesztre. 45 watttal tud tölteni, ami lehetővé is teszi, hogy a konzol teljes erejét ki tudjuk használni, mintha csak csatlakoztatva lenne a töltőadapteréhez. Ugyanez igaz a ROG Ally-os verzióra, csak ott ugye 65 wattra képes, ennek a teljesítménynek az elérése érdekében. A kapacitása 20.000 mAh, amivel kb. 3-4-szer is újra fel lehet tölteni a Steam Deck-et, emellett bármilyen kisebb USB-C kompatibilis eszközt is ráköthetünk, nincs kizáró iPad vagy telefon sem. Ha kényelmesen elhelyezkedsz valahol használhatod a hosszabbik kábellel melléd elhelyezve, de ha menni kell, akkor a hátlapra könnyen fel lehet dobni, mágnesesen és fixen a konzollal egyé válva, mert tovább a hosszantartó játék. Köszönöm a támogatásukat, a linket megtaláljátok hozzá a leírásban. Volt már korábban egy GTX 980, ami is külsőre ahhoz képest ezek annyira nem is térnek el. Az új generációnál van egy ilyen absztrakt törés, mint a burkolatban, de ugyanúgy megvan a kis hajtóműventilátor, a direkt látszó csavarok, a fekete és fémszín vegyesen van szerepeltetve, és súlyban is egész jelentős, ha azt nézzük, hogy a hossza csak 267 mm. Egy kis ablakot még itt kapott, amin keresztül a fekete hűtőbordára rátunk rá, persze ez csak újkorában működik, egy idő után nagyon el tud itt ez koszolódni, hozzám is sajnos így érkezett, de egy hosszabb takarítás után már egy egész tűrhető állapotot sikerült kihoznom, amit meg is érdemel ez a kártya. De mire is elég ez mostanában? Nos, a 8 GB GDDR5X VRAM-mal még el tudunk lenni, a 1080p és 1440p felbontás nem akadály neki, viszont az alig 9 teraflop nyers erő, ami 2016-ban untig elég volt mindenhez, most így már 8 évvel később kicsit vékonyka tud lenni. Ha ide veszük a mesh shader hiányát, pár cím sajnos meg fogja izzasztani rendesen, de szerencsére ezekből a játékokból olyan sok nincs a piacon, és a népszerűbb címek mellett az újabb AAA megjelenések is egész korrektül futnak rajta. Ha a következő generációhoz hasonlítjuk, kb. Az RTX 2060-nal van egy szinten, és AMD fronton az RX 5700-zal. Szerintem ez remekül jellemzi, hogy milyen ereje is van pontosan, ez már inkább a középkategória vagy alatta. Cserébe persze az árazása is egyre jobban kúszik lefele, és meglepő módon az ilyen különleges ritka kiadások se kerülnek egyáltalán többe. Ki fogom még egészíteni egy egész szombos ROG Strix alaplappal, ami egészen konkrétan egy B360F. Hűtőbordák persze szép számmal vannak, 4 darab RAM slot is felfért, és 2 darab M.2 slot is van rajta. A külső csatlakozók között alapból megtaláljuk már az USB-C-t, úgyhogy így 2024-ben is még simán időtálló ez a lap. A tokozása LGA 1151 V2, szóval mehet bele minden 8. és 9. generációs Intel processzor, garantáltan meg fog birkózni még a paletta tetejével is. Én jelen esetben nem vittem túlzásba, és egy i5 9400F-fel beértem, ami végül is a videókártyát nem fogja visszafogni, 6 maggal rendelkezik és 4,1 GHz-es órajellel. A leütéséhez is elég egy gyári Intel hűtő, nem lesz belőle probléma. A teljesítményével akadhatnak már gondok a felső kategóriás kártyáknál, de itt ezen a szinten, a GTX 1080 szintjén probléma biztos, hogy nem lesz. A 65 wattos TDP-je nem fog fogyasztási csúcsokat dönteni, de 60 foknál szerintem meg tudunk állni, még az alapgyári rézmagos hűtővel is. Nyilván itt majd, ha valami combos a processzort terveztek az alaplapba rakni, ami amúgy indokolja is, elég komoly lapról van szó, oda érdemesebb egy nagyobb hűtőt beszerezni. Memóriából 4 darabot fogok használni, egyenként 4 GB-osat, úgyhogy összesen 16 GB memóriával tudunk gazdálkodni. A játékteszteknél ez a mennyiség bőven elég volt, max ha valzónozni szeretnétek, akkor kellhet picit több, de minden máshoz nekem elég volt, főleg a jókora VRAM mennyiség miatt. Még kerül majd a gépbe 240 GB Kingston SSD és 500 GB HDD, így végül is ezt a hibrid rendszert használva pár játékot azért fel tudunk rá telepíteni a rendszer mellett. Nyilván a legújabb God of War és társai hamar be fogják telíteni, ilyenkor a 2 darab M.2 slotból valamelyiket érdemes hasznosítani egy nagyobb SSD-vel, de ha maradtok pár népszerűbb játéknál és nem akarjátok agyon pakolni, ez az összeállítás is elég lesz. Az egész rendszer áramellátottságáról majd ez a Chieftec 500 W
16-os tápegység fog gondoskodni, aminél persze minőségibb darabot találni a piacon, és a külse is elég retróra sikeredett, de végül is a csatlakozókból van elég, ez a teljesítmény elég lesz a videókártyához és a procihoz, meg minden egyébhez, nem lesz túlterhelve, és legalább a jó nagy terebélyes tápkamrába jól el lehet dugni, nem fogunk belőle látni semmit. Amiben mindent belepakolunk ebbe a Lianli Langkul van házba, hát nem egy apró darab. Nagy fénycsík díszíti az elejét, és hatalmas üvegoldallapon keresztül csodálhatjuk majd meg a neonzöld GeForce feliratot. Tároló bővítő helyből és ventilátor helyből is bőségesen találunk odabent, és szerintem úgy tudjátok a legjobban belőni a méretét, ha hozzáteszem, hogy a felső részre simán el tudunk helyezni egy 360 mm-es vízhűtőt is, ez alapján be is lehet lőni, hogy milyen dimenziókkal bír ez a nagy dög Lianli ház. Persze a levegő nagyon könnyen fog járni odabent, és annyira nem is hivalkodó, már-már stealth benyomást kell. Na de szereljük bele ezt a konfigot ezzel a szép videókártyával, és utána jöhetnek is a játéktesztek. Megpróbáltam a lehető legújabb játékokat indítani rajta, de azért visszanyúltam pár klasszikusabb játékhoz is, és a népszerű FPS címeket teljesen kihagytam, mivel ezeket mind gond nélkül tudja futtatni, fölösleges volt most ezt megnézni, inkább maradtam a nagy sztori alapú játékoknál. Kezdtem a sort a Silent Hill 2 remake-kel, ami Full HD felbontáson van, magas grafikai beállításokon. Különösebb gondot nem is tapasztaltam nála, a frame time-unk kellően sima, nagy belaggolásokkal sem találkoztam, és ez a 30-40 FPS teljes mértékben játszható, egy ilyen lassú játékmenetű címnél igazából problémát ez nem okoz, de érdemes azért lelokkolni az FPS-t 30-ra, és beszerezni mondjuk egy kontrollert úgy élvezetesebb, vagy a grafikai beállításokon húzzatok vissza, ha esetleg a 40-50 FPS-t akarjátok elérni. Nekem ezzel különösebb problémám nem volt, így megmaradtam ennél. A videókártya 100%-ban meg van pörgetve, és még így sem éri el a 70 Celsius fokot, jót tett neki ez a takarítás. A fogyasztás terén annyira nem bajnok, 150-160 wattot is elkér, de azt ne felejtjük el, hogy egy régebbi flagship kártyáról van szó. Sajnos ezek így szoktak viselkedni, érdekes módon csak egy 8 és tápcsatlakozóra van amúgy szüksége ehhez, azt hittem ennél azért több kell hozzá, de nem. Így a kártyához rengeteg tápegységet lehet párosítani, nem kell hozzá rengeteg PCI csatlakozó, és jó hír, hogy a processzor nincs annyira kihasználva, a hőmérséklete több mint kielégítő, 44 Celsius fok csupán, ami ezzel a gyári hűtővel nem kis teljesítmény, és a rendszermemória fogyasztás is pont a fele a max 16 GB-nak, hiányunk nem lesz ebből, tartalékunk bőven van, és a VRAM mennyiség is csak 6,5 GB, amit kér a játék, ebből is van még azért tartalék, tehát még 1440p felbontásra is felmehettek, nyilván ott a grafikán azért húzzatok majd vissza. A Silent Hill 2 remekül futott, semmi panaszom nincs rá. Most menjünk egy következő címre, ami megint csak eléggé sztori alapú, már-már filmszerű, ez az Until Dawn volt. Magas grafikai beállítások, Full HD felbontás ugyanúgy, mint az előző címnél, viszont itt már FPS számmal sokkal jobb értékeket kapunk, 60-70 FPS-t is tud hozni a játék. A videókártya persze 100%-on pörög, mint korábban, és 68 Celsius fölé nem is igazán megyünk vele, pedig itt azért rendesen meg van már mozgatva. Ez igaz a processzorra is, itt már a 80%-os kihasználtság sem ritka, de a 66-67 Celsius fok, amit tud hozni a hűtővel, még mindig nem számít botrányosnak, 3,9 GHz-ra van klokkolva, és a fogyasztása sem éri el a 60 wattot. A rendszermemóriából ez a játék azért már egy picit többet kér, 11 GB-ot is lecsíp az összesen 16-ból, viszont a VRAM mennyiség, amit kér, egyáltalán nem sok, még egy 4 GB-os kártyával is próbálkozhatok, egész jól van optimalizálva az Until Dawn, csak 3,7 GB-ot kér ilyen beállításokon is. Nyilván, ha egy 4K TV-re akarod kiküldeni, ami jellemző ennél a játéknál, sokkal inkább ott tudom elképzelni, hogy játszanak az emberek egy kontrollerrel a kézbe, még meg tudom kockáztatni, hogy 30 FPS mellett a 4K felbontás sem lehetetlen, a VRAM mennyiség is elég lesz, érdemes így kipróbálni,
bár így önmagában 1080p felbontáson is lehengedő a látvány, nekem nagyon tetszik. Az Until Dawn-nal szemben jól vette az akadályokat a 1080, nézzük meg, hogy egy modernebb esport címnél mi a helyzet, a C2-t indítottam, ami nagyon korrektül futott, nem tudok mit mondani. Magas grafikai beállítások, Full HD felbontás, és ez a 180-190 FPS több mint játszható egér billentyűzete még egy ilyen kompetitív shooternél is. Simán kiszolgál egy magas képfrissítésű monitort, mondjuk 144 Hz-re lelokkoljátok, vagy 160-ra, és nagyon sima játékmenetetek lesz, az biztos. A videókártya kihasználtsága persze nem 100%, ahogy ezt már megszokhattuk, de egy 70-80%-os pörgetés itt azért megvan, 60 Celsius fokon meg tudott maradni, és a fogyasztása is egy ilyen 120-130 wattra beállt, egyáltalán nem durva. Itt inkább a processzor az, ami meg van mozgatva, sokszor még magasabb kihasználtságon is van, mint a videókártya, de a 100% közelében még nem vagyunk, a C2-höz még elég ez a proci, és ha az FPS-t kicsit lejjebb veszitek, lelokkoljátok, biztos, hogy kevésbé lesz megmozgatva, és simán tudtok még a háttérbe bármilyen szoftvert futtatni, talán még streamelni is. A hőfogok terén rendben vagyunk, a VRAM kihasználtság majdnem eléri a 7 GB-ot, van még ott is tartalék, és ugye ez igaz a rendszer memóriára is, elég még a 16 bőségesen. Ha kizárólag C2-zésre szeretnél egy PC-t, láthattad, 1080p felbontáson nagyon magas FPS számokat lehet belőle kihozni, szép grafika mellett, de most nézzük meg az utolsó játékot, ami a Cyberpunk 2077 volt, és a sok patch után egész játszható formában van, így magas grafikai beállítások mellett Full HD felbontáson 60 FPS simán el lehet vele érni, még egy ilyen régebbi kártyával is. A látványvilágára egyáltalán nincs panasz, nagyon szép a grafika, és a videókártya kimaxolása mellett persze azért nyílt világú játék révén, processzort is kell rendesen, néha előfordul még a 90%-os kihasználtság is, de bottlenecket a videókártyára így még nem rak, simán még ki tudja pörgetni, és a hőmérséklet terén is még mindig 66-67 Celsius fokon belül vagyunk mind a két hardware-re, és az összfogyasztás és alig éri el a 210 wattot, úgyhogy tápegységet sem izzasztjuk még annyira. A rendszer memória kihasználtság megint csak nem lépi át a 9 GB-ot, ahogy eddig egyik játéknál sem, és a VRAM fogyasztás is megmaradt ezen a jó kis 4,8 GB-on, bőségesen van még tartalék, 1440p felbontásra is meg lehet próbálkozni, jó igaz, akkor már ilyen 40 FPS-re le fog menni, de még egy VRR rendszerrel ki lehet simítani a képet, élvezhető a játék vele még ilyen beállításokon is. Kb. Erre képes most 200 000 forint alatt egy gamer PC, mindent tudtok rajta indítani 1080p felbontáson, kb. Magas grafikán. Lesz, hogy 30 FPS-sel be kell érni, de sok játéknál a 60 FPS is simán lehetséges. Ha kerültek az LMV2-t, problémával nem fogtok ütközni a gép magas életkora ellenére sem, és szerintem tiszteleteljesen öregszik a GTX 1080, el lehet még vele lenni. De ennyi is lett volna ez a teszt, linket persze találtok hozzá a leírásban, és érdekelne, hogy nektek mi a véleményetek magáról a GTX 1080-ról, vagy úgy átfogóan a referencia kártyákról, tetszik-e külsőre, vennétek-e ilyet, vagy fölöslegesnek tartjátok a több ventilátoros, jobban bevált. A válasz azokat várom kommentben, egy lájkkal jelezd, hogyha tetszett a teszt, és iratkozz fel. A következő videóban találkozunk addig is. Sziasztok!